A nyugati fegyverszállításokat csörgette Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a világ legrangosabb biztonságpolitikai fórumán, a Müncheni Biztonsági Konferencián. Az 59. alkalommal megrendezett esemény nyitó beszédét Zelenszkij videókapcsolaton keresztül mondta el. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy még idén le lehet győzni Oroszországot, de az orosz támadás ellen védekező ukrajnánok ehhez több és gyorsabban érkező támogatásra van szüksége. Az orosz fegyverek Európa ellen is irányulnak, az egész kontinens szabadságát és biztonságát fenyegetik. Ezt a veszélyt csak együtt lehet elhárítani, ezért a fegyverszállításokkal nem szabad tovább késlekedni, indokolt Zelensky. Az ukrán győzelemnek nincs alternatívája, Ukrajnának nincs alternatívája az EU-ban, és Ukrajnának nincs alternatívája a NATO-ban, sem összegzett az ukrán elnök. A biztonsági konferencián Olaf Scholz német kancellár az ukrajnai háború valószínű elhúzódására figyelmeztetett. Scholz kiemelte, hogy folytatni kell Ukrajna fegyverekkel való támogatását, amíg csak szükséges. Oroszország mellett Kína áll a figyelem középpontjában a Müncheni konferencián, amelyen az európai országok vezető politikusai mellett részt vesz Kamala Harris amerikai alelnök és Jens Stoltenbergen NATO főtitkár is.